Itt vagytok lápili dércek? Az éjszakában itt. Hol? Akkor mújó nincs itt. Vagy valahol. Szevasztok! Csáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Hali! Vége van már a demonstrációnak mellettetek, jó? Nagyon remélem, hogy nincsen, mert nekem oda még mennem kell. Hát azt mondták, hogy hétig vannak bejelentve. Majd meglátjuk, mi For van. For your még. information. Ja, hogy te már csak a izékkel készülsz, ezekkel a festékes lufikkal, meg a krétával, hogy tudjál irkálni vele a falra. Nem, Kinga Kim volt a hugommal, és most erre jártak egy percre, és mondták, hogy ilyen tolás van időbelileg, mert hogy a telefonok jóját látszódjanak a sötétben, úgyhogy most valamilyen kis dilét iktattak be. Remélem nem maradok le róla, mert hát Há. civil én, én szívész Szerintem le fogsz maradni. Rajtam, Ulika. Gyorsabban beszéljünk, gyorsan lepegünk. Gy gyorsan, gyorsan, szóval szóval köszönjük sziasztok! Tehát, a én ezt nem tudom, hogy miért kell, hogy mondjam, de miért lett akkor a mainstream ez a, ez a torcsátok a kamerát, a, vagy a fényképezőgép vagy a telefonnak a kijelzőét, a fényképész felé, hát az meg... Néz hogy ki. megvilágosodjon a kormány és a döntéshozó. Ja, értem. Hát akkor nem ezt kell értem. oda bazd meg, hanem az a, mi az a, tudod, az a légvédelmi lámpával itt belevilágítani a pofájukba. Talán segítene. Na, mi történt velünk? Szombat óta? Igen, kicsit ez most így kevesebb a, az idő a két adás között, mert ugye szombaton volt a Son podcast. Baton volt. Gyakorlatilag csak hétfőn került ki, de igen, majd egy kicsit beszéljünk arról is szerintem, hogy milyen volt a talia mi szemünkből, de... Akkor beszéljünk arról, és akkor szépen visszatekintünk. Vagy ne? Hát ő, azt van, hittem, ne? hogy azóta történt veled valami, és most ki él egy témát, hogy mi történt veled azóta a héten. Ja, úgy olyan régen volt podcast, hogy teljesen kizökkentem, hogy mi történt a héten. Nem tudom. Mi történt a héten? Nem, 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 nem jártál arra bíróság felé, Krisztián? De, igen, de, tényleg, de. Tényleg. Hát én elmondom, mi történt. Mondd meg a véleményem, kérlek. <laughs> Alapvetően ez történt, hogy ugye meg volt kedden a április 11-i nefi, amely már nem létezik per, és én egy kicsit izgultam rajta, hogy megint halasztás lesz a vége, mert egy nyúlfarknyik is tényleg kétbekezdéses kilenc sorban összefoglalva a lényeget kellett beadnom egy beadandót, de arra én nem is gondoltam, hogy mindenképpen csúszni fog a tárgyalás, mert március 31-el, és most mindenki morzsoljon el egy könycsöpet a szemes sarkában, megszűnt létezni a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet. A tudományos írás tudatlanság Magyarországi fellegvára megszűnt és ide-oda. Úgyhogy azzal fogadtak ott engem, hogy akkor az ügyvéd úr leköszön, mert neki ezzel lejár a megbízatása, és az emmi meg mint nagy intézmény saját jogtanácsosokkal rendelkezik, úgyhogy jött az emmiből egy jogtanácsos hölgy, és akkor gyorsan ilyen te technikai határozatok születtek, hogy akkor az előző per az megszakad, de van jogutód, úgyhogy akkor a jogutód átveszi, és akkor megkérdezték tőlem, hogy szeretném-e akkor beperelni őket, mondtam, hogy na-na, Hát persze. Utszú neki, az ember nem minden nap perelhet egy minisztériumot, igazából de perelhet bárki bármikor egy minisztériumot, de hogy a kis, kis adatigénylési perünk túlélte a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetet, és dübörögve töretlenül haladt tovább, és, és most már az emmi van a célkeresztben. Ez lesz a, a, a nagy mókaság, és van még egy érdekessége egyébként ennek a dolognak, hogy ugye március 10-én a Korányi odaadta az adatokat, amiket kértünk tőlük, és, és emmi jóváhagyással tette mindezt, és ugye az, az az, adatigénylés szóról szóra megegyezik azzal, mint amivel, ami miatt eddig pereskedtünk a, a, nefivel. És most megörökölt kvázi az Emmy egy olyan adatigénylési pert, amiben megörökölte, hogy ő azokat nem akarja odaadni, de ezek kvázi ugyanazok, amikre már egyszer rábólintott a korányinak, hogy nyugodtan oda lehet adni erre az adatigénylésre a, a nálatok lévő adatokat. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez az érdekes ellentmondás hogyan fog szárba szökkenni és kivirágzani majd június 22-én, mert június 22 kettedikén folytatódik. Ja, még a tárgyaláson vicces volt, mondja a bíró úr, hogy akkor a tárgyalás következő napját, június, június, így elkezdtem zsolozmázni magamba, hogy csak ne 15, csak ne 15, csak ne 15, csak ne 15. 15-ére tűzöm ki. Ez a... Csak föl ne szólítson, csak föl ne szólítson. Így, Ugye, 15-én csütörtökön megyek Varsóba, ugye, a, a nikotin konferenciára, és akkor kezdtem így leereszteni, mint napon a gumilabda a strandon, hogy na most ezzel mi a fenét fogok csinálni, és akkor jelentkezett a jogtanácsos hölgy az Emmi-től, hogy elnézést kérde neki a 15-e nem jó, és akkor így, á, tök jó van nekem sem. De miért nem szóltál te előtte, tehát egy megvártad volna, hogy kimenjenek, és akkor ott így dühöngesz magad, vagy az meg nem. Nem, szóltam volna, szóltam volna, abszolút -e szóltam volna, de ne rám haragudjon a bíró, hogy... Az milyen szép lett volna, előtte. hogy, hogy <clears throat> kinek miért nem jó, és akkor Krisztián, nem jó, megyek Varsóba Nikotin konferenciára, és így mutogatják a keresztet. Dohány lobby! a lobby! Zsír. És akkor végül hát a, a nap mire módosult? Június 22-én folytatódik, délután 14 órakor, egy szép nyári délutánon, a jól emlékszem, az, az is egy csütörtök. Igen, mert hogy egy héttel később van, mint 15-e. Úgyhogy akkor folytatódik. Meg még egy jó volt a tárgyaláson egyébként. a is beadványom az többek között arról is szólt, hogy demonstrálandó, hogy nem teljesíthetetlen ez az adatigénylés. Szeretném fölhívni a tisztelt törvényszék figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy valahogy a koránynak mégiscsak sikerült teljesíteni a szó szerint megegyező adatigénylést és akkor bepróbálkozott a jogtanácsos hogy, hogy jól értem, hogy ezzel azt mondja, hogy voltak épp a korányi, megválaszolta már, akkor odaadta oda ezeket az adatokat. Akkor így, nice try! <laughs> ez a korányi volt, ez pedig a nefi. Két külön dologról beszélünk, és akkor meg kellett magyaráznom, hogy nem, én egyáltalán nem gondolom úgy, hogy ezzel lezárult volna a kérdés, hanem továbbra is várom a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet sarát. Ezek történtek velem a héten. Ja, meg leolvasztottam a kazánomat, képzeljétek el még a törvényszék előtt. Na, ez azt még egy jel igen jel vicces. Krisztián, arról ar 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 egy pár szót, ha mondanál. Várj egy picit, én azt szeretném mondani, hogy mind a ketten nyeretlen két évesek vagytok, hiszen ez a kis színes rovadba fog. Igen, lenni. de hát a héten történt velem, ilyen összezavarsz Most... Charlie, ne is igen, most szpoilereztél, de hála Istennek, hogy három év alatt ennyi nem ragadt rád a piszkon kívül, hogy egy picit elcsepegtetünk a hallgatóknak, és az adás megfelelő pontján majd elmeséled. Tehát Akkor a... tekintsétek tízernek kérlek, illetve még annyi történt velem a héten, hogy képzeljétek el, hogy most már vibratozni tanulok a hegedűn, és az nagyon szuper funky dolog. Ú, uh, ezt próbálok történt úgy történt csinálni, mintha tudnám, miről beszélsz, de azt hittem, hogy azt mondod, hogy... hogy amit meséltél talán a találkozón is, hogy mikor oda mentél a céghez, hányan vépeltetek, és most hányan vépeltek, mert az is egy érdekes kis színes. Azt itt még nem mondtam el? Akkor itt még nem mondtam el. Összefolynak a dolgok. A, annyira közel és távol volt ez a podcast találkozó. A négy fős csapatomból Két héttel ezelőtt még csak én voltam egyedül gőzlér, és most már négyből hárman elektromos cigarettázunk, és már mások is bejelentkeztek, hogy szeretnének a témában beszélni velem, ha lesz egy kis időm, úgyhogy... Dübörög. Krisztián, a térítő. Dübörög az ártalom csökkentés a cégnél, és én nem térítek egyébként, nem, csak nagyon életvidámon elcigizgetek az udvarom. Mindenki biztos. Ki ez a boldog ember? Hogy lehetnek én is ilyen vidám? Megkérdezem már, mi a titka? És valahogy így képzelem el. Több minden nem történt velem a héten. És Fipika? én kijöttem. Mint egy 8 órás út. Gyerekek, annyian vannak a határon, Mikor is jöttem vissza vasárnap? Ó, mondom, egy boldog, munkaszüneti nap, majd így suhanok. Tíz óra magasságában értem oda a román-magyar határa. Hát nem akarok hazudni, ilyen 200 ember állt sorba előttem, és hú, nagyon sajnáltam, szegény, ugye most már nincsenek határőrök, szegény rendőröket és 12 órás műszakban azért öcsém ott állni azt tudod, elkérni a személyigazolványt, nyissa fel a csomagtartót, csukja be a csomagtartót, köszönöm szépen, a viszontlátásra. és, és ugye, tudjátok, hogy szigorítottak a, a határellenőrzésen, és akkor így föltorlódtunk. És még szerintem kurva sokan is voltunk. Tehát azt néztem, hogy román rendszám autót alig láttam Renget, rengeteg külföldi volt és nagy valószínűség, hogy az van, hogy Romániából is nagyon sokan dolgoznak külföldön, hogy már a husvéti hazajövetelek folynak és ezért voltak ilyen sokan a határon és vasárnaphoz képest bődületes forgalom volt végig Hát viszont jó volt látni, amikor piszak érdekes egyébként, hogy mész, 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 és egyszer, csak látod, hogy már, már, tehát akkor vagy már boldog, mikor látod, hogy már magyarul is ki vannak írva a település nevek, akkor már tudod, hogy Székelyföldön vagy, és hú, most már csak mit tudom én, két és fél óra, hogy, hogy elérkezz a célodhoz, és nagyon-nagyon sok faluba, ez délután volt már ilyen Három és öt óra között, amikor így szánkáztam át ezeken a kis falucskákon, és nagyon sok faluban volt foci meccs. Tudod, csak így néz, mész az úton, és mi az a tömeg ott? Mi van itt? Úristen, ja, foci van. Oké, okay. és akkor mész tovább. Úgyhogy velem ennyi volt a történet. Arról, hogy hogy állunk, azt meg. Folyamatosan teszem be a közösbe, aztán majd egyszer csinálunk egy ilyen podcast albumot, hogy innen indultunk, idáig érkeztünk, építésügyileg. Meg az, azt se felejtsük el, hogy beígértél nekünk egy egy mesekört Krisztiánnal, hogyha elkészül az olyaktum, akkor mehetünk körbenézni. Hogy, a társadalom. Igen, hogy mennyire igen. pró egy ilyen. Igen. És az lesz az első közös képünk Krisztiánnal, ahogy ott a tiszta ruhában állunk, és, és ö, ö, a tiszta szobában. A tiszta, tiszta szoba, ruhában. tiszta ruha, igen. És tiszta hülyék leszünk. A, az, az első közös képetek az lesz, amikor a Csíkszered a táblánál lefotóznak benneteket egy medvével. Jaj, ne! Nem, azon gondolkoztam, hogy te meg valamire eltűnsz. Fifika, Fifika, hol vagy? És csak azt látjuk, hogy egy kélyes vigyorral az arcodban az utcai ruhánkat tüzeled el majd. És így mentek haza ebben a ruhában. Nem. Igen, és közben, közben csak annyit fogsz érzékelni, hogy két könyvgázgránát így berepül az ablakon, és aztán becsukódik minden. <coughs> <a csáva. tos> Na, ha érde, már így. Ki. Ez a szeretet jele. Igen. Egy ja, szeretet gránát, vagy után. Szeretet könyv, az gránát, igen. Egyrészt, másrészt, meg számtalan okot tudnék mondani, például fogadjunk, hogy bicska nélkül lesztek, az meg nem ember, mint tudjuk. Nem, 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 bicskával leszek. A Tibike jóvoltából eljutott hozzám a podcast Talina, nagyon-nagyon drága, minőségi 1300 forintos Lidlis bicska, úgyhogy, úgyhogy nagyon szép fa markolata van egyébként, arra pont jó lesz, hogy embernek nézzél. Na jó, Csárd, akkor téged kiengedlek. De Krisztiánnak biztos, hogy tehát ő annyira pacifista, hogy nála biztos, hát hogy Szerinted mivel vágom a vattát? Van bicskám nem mondott hogy bicskába a vattat, az nem szalonna, baszki. <laughs> és a alatt... bicskán lévő ollóval vágott. Az itt nem te. azt mondja, hogy elképzeltem, tudod, hogy az a, az a vágódeszka, ami kolbászos, meg szalonna zsíros, arra így rárakja a méregdrága vattáját, és azon így késsel így hasítgatja el, hogy de jó kolbász íze van most ennek a vattának. Kantolt meg bárdal vágok. Mi történhetett Csárlival? Vajon a Csárlival mi történt a héten? Jaj! Jaj, Istenem, boruljatok össze! Én tök unalmas volt, mert hétfőn kitettem a podcastet, meg vágtam előtte a podcastet, meg ilyen dolgokat tettem, és hopp, már itt is vagyunk, mert azóta volt két éjszakám, úgyhogy tegnap a JTR pont ezért elmaradt, és majd csütörtökön amikor mondjuk kikerül ez az adás, akkor lesz rezisztanszié. És ennyi. Gyakorlatilag a hétköznapi rétiniggerek unalmas életét élem, tehát dolgoztam. Ez tökre, tökre. Senkit nem érdekel. De annyit mondok, ki a fene számolja? Egyébként 33. Úgyhogy ennyi röviden aki nem tudja, mi az, hogy 33. Nem mondjuk, hogy télen adosak, nyáron. télen nyáron. A egész más jelent ez a szám. Te katona se voltál, nem tudod mi az, hogy vágni a centit, fifika tudja. Úgyhogy ezt a kettőt össze fogja tudni rakni, hogy ha most ránéz a naptára, hogy mi az a 33. Valami lesz 33 nap múlva, nyilván. Fuck this! Attól, hogy nem voltam katona, attól még az ez... egyetemes kultúra ismeretanyagai számára is rendelkezésre állnak. <laughs> Jaj, Krisztián, raj, ragad rád más is a koszon kívül, úgy látom a prezibe. Zseniális. Na, csapassuk akkor a témákat, amiből nincsen sok, de annál kevesebb, és egyet már ugye ki is szürkítettél, Krisztián, az pedig a szintlépés volt. Igen. És elfelejtettem mondani, hogy vasárnap még tüntettem, és ez is történt velem. Ezért vagyok szerintem egy kicsit ilyen zavaros, hogy mi, mi, a fene történt velem az elmúlt héten, mert gyakorlatilag nem volt hétvégém, az így minden estül eltűnt. Tudom már, mi van veled, Krisztián, bazd meg! Jetlag ez! Hát téged is a soros hozott ide repülővel! Ha, 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 <szerint> Szemét! Ugye? Hát a tüntetőket a soros horta ide repülővel, nem tudtad? De hogy nem, hát persze, nah, hát abszolút. Is. Hát, ott, ott pöfögtünk, néztünk kifelé. Gyuri, menj még egy kört, oké! Okay. És akkor egy dugóhúzót leír, gyorsan elmentünk tüntetni. Jó hangulatba telnek ezek a dolgok. Azt, azt az indexen ma, ma tudtam érzékelni, és finom humorral kimentek ma a Ferihegyi reptére megnézni, hogy jönnek egy soros bérencek, <laughs> és oda mentek külföldi diákokhoz, és így megkérdezték hogy a Soros Bérenc vagy? Ezt így nézett Rácsávok, mi az a Soros Bérenc? Ezt nem mondod. Turista vagyok, király értem. <laughs> ez gyanús, ez nagyon gyanús. <laughs> Pont most? <gül> <gül> Zseniális volt. <sor. gül> ja, elmondom nektek még, mi történt, mert mindenki utólag jut eszébe, hogy mi történt a héten. Találkozó előtt eldöntöttem, hogy ha már elővettem ezeket a kis szigetelőkorongokat, korongokat, amik az aksi tetejére valóak, meg előbányáztam a, a zsugor fóliát az aksikhoz, akkor itt van két régebbi cellám, egy VTC 4-es, meg egy LG. Na, mondom, akkor újra húzom őket. És kurva jó sikerültek, nagyon patentul néznek ki, az az igazi ret mod hatás, tehát ez a, ez a átlátszó fóliával behúztam, nagy örömömben, majd ezután, a pillanat után beraktam a töltőbe a két újonnan fóliázott aksit, majd konstatáltam, hogy ez a két aksi tönkrement. De szépen be vannak fóliázva cserébe. Úgyhogy így fogom őket kidobni, bassza meg. <laughs> Na mindegy, az életemből volt öt perc jó. mi hiányzott ebből? Mi? Nyakpált. <laughs> és nyakpált. <laughs> Jó, akkor szerintem menjünk a, a... minden adásban van, úgy látszik most már retrospektív rovatunk. Menjünk a tali retrospektívre rá. Jövő héten retrospektívezzük a retrospektívet Igen. is. Emlékezzünk meg, milyen volt a találkozó, és hogy volt -e rajta nyakpánt. Na. Objektum. Pipa. Nagyon fasza volt szerintem. A, a, felvétel nagyon pró volt. Azt tegyük hozzá zárójelbe. És ö, visszahallgatva, mert voltak olyan 10-20 percek, amikor ugye haza kellett jönnöm a kazánért, mert itthon hagytam az asztalon, meg amikor kimentem gőzölni a többiekkel, és visszamentem, azokat én nem hallottam, de már kezdem zavarba érezni magam, hogy egyfolytában mindig az megy, hogy a Charlie Troger, de egyébként az én éküle nem jött volna össze ez, vagy az, vagy amaz, szóval jó, oké, okay. mindenki tudja, aki meg nem tudja, az annak nem is fontos, nem mondjuk többet, mert már én érzem magam zavarba. Szóval jó volt szerintem, de ez a, ez a... ki kell menni gőzölögtetni a testünket, azért, mert, mert mi nagyon követjük a jogszabályokat, az azért nem volt komfortos. Részünkről sem, ugye, mert azért lebeszéltünk volna ott simán ezt a két-három órát, anélkül, hogy kimegyünk csak hozzák a sört, meg a, meg a és akkor, és akkor ott beszélgetünk az asztalnak gőzölve, de hát ezt nem lehetett, tehát így gyakorlatilag mindig egy vagy két ember hiányzott az asztaltól. Ez annyira nem volt jó, de hát nem tudunk mit tenni ez ellen. Sajnos? Nem, teljesen nem. Én csak azt éreztem, hogy valami nem stimmel, valami nem stimmel. Nincs, nincs az a megszokott podcast hangulat. És akkor utána esett le, hogy bakker, nem lehet elcigizni. Hát itt a, a 149 plusz a nulladik megelőző adásnál annyira benne van az ember kezébe, hogy elkezd podcastelni, és fél óra múlva már ködöt lehet vágni körülötte, hogy ez... Nem! Igen. De egyébként nagyon jó volt a... a a hangulat szerintem jó volt a kaja is. Ö, igen, volt. Én nem a... tudom, mert nem ettem végül, csak a meg a kekszet, amit ettem. <laughs> a, a kesudió. De, de Kinga is evett, úgy láttam, hogy ő valamilyen meg ve a hamburger Szerintem jó volt. Ö, többen megjegyezték utána, hogy néhányan buzisan eltartott kisújjal ették, ö, késsel vágva a hamburgert hát mondjuk... Kivéve Boris. Kivéve Boris meg én, mert a kés az nálam is megmaradt, úgyhogy ez a része jó volt, szerintem mindenki jól érezte magát, a tombolánál voltak apró fennakadások, ami így utólag kiderült, hogy valaki valamiből rosszat kapott, tehát nem ilyen csereszabatos alkatrészek voltak a szedben, de azt úgy néz ki, sikerült megoldanod. Mondd De, ki, mond ki. Nem, majd a kis színesben, majd a kis színesben Nincs. teaser alert. De attól függetlenül jó volt, az idő is kegyes volt, tehát még ott napsütésben is tudtunk kint gőzölni. Bent hamikáztunk. És hát, Mondom, bent hamikáztunk, ment az adás, ment a Facebookra a live, ugye azt annyira nem tudtuk nyomon követni, hogy, hogy ki mit kommentel, csak, csak meg tudtuk osztani, hogy adjunk egyet az életérzésnek és voltak tök jó témák, még mindig itt van előttem a papír fenyegetőzől, visel a következményeit, úgyhogy ez megragad bennem, és, és jó volt. Hát ugye megint mindig bele, beleesünk abba, hogy már látod, hogy mikor ülnek tűkön az emberek, hogy tényleg csak a, a sorsolást várják, és aztán hirtelen kiürül a hely. Most nem ürült ki olyan gyorsan a hely, azért ürült ki, mert sokan másnap dolgoztak, vagy, vagy más dolguk volt, de jó hangulatú volt nagyon egyébként sok emberre találkoztam. Volt, aki odajött egyébként podcast témában tanácsot kérni, sőt, felajánlotta a segítségét is coach témában nekünk, hogyha valamilyenre igény tartunk. Aztán aztán gyakorlatilag ennyi. Ennyi, ennyi, ennyi iszogatás, eszegetés, de, de nem volt az a, az a, mértéktelen ivászat, és, és ugye voltak ilyen, ilyen vendégművészeink, tehát felszólalt Béla is, ahogy az előző podcast adásban uh, hallhattátok, jól estek nekünk, a, nekem legalábbis jól esett, amit mondott, úgyhogy jó kis közösség volt ott a, a podcast 150. adás felvételén. Igen, mert így egyben nem hangzott el a felsorolásból, hogy remek volt a társaság, csuda jó volt. Így van. Szerintem egyébként jót tett a, 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 nekünk az, hogy csak olyanok jöttek, akik quasi tényleg Podcast hallgatók. Ez volt a, a, az egyik pozitívuma a, a dolognak. A, a, másik az, hogy nagyon sok témát uh, érintettünk, ugye, ami az elmúlt 50 adással uh, kapcsolatos, és, uh, és, jó volt egy picit így, uh, így összefoglalni azt, ami a, az emberben így lerakódik. Azért 50 adás az, furcsán, uh, ez majdnem egy év. Hát nem a legyek horták össze, na. Nem a legyek horták, de szerintem egy év, hogyha szüneteket is beleszámolod. Hát persze, és még akkor nem számoltuk az extra adásokat, tehát csak a hivatalos számozás volt benne, de voltak itt riportok, volt ugye a peres rész, volt mit tudom is én, beszélgetés vagy rádió beszélgetés, amit átemeltünk ide, tehát azért 50 fölött voltunk jóval. Jó, de szó, jó volt azért így, hogy a, a, az ember egy picit így lepörgette le, maga előtt ezt a, az elmúlt 50 adást, és ö, ezúton is egyébként köszönöm mindenkinek, aki, aki lelkesen ö, ott volt, és, ö, és támogatott ö, minket. Jók voltak ezek a kis beszélgetések, meg kérdez felelek. Uh, sztorik, uh, hát uh, és ugye ez volt az első olyan uh, podcast találkozó, ahol nem volt uh, limitált szériás uh, kvázi podcast ajándék uh, likvid. Én ezt mondjuk azért a magam részéről uh, rettentően sajnálom. A majd legközelebbre kitalálunk valami uh, jogszabályi megoldást arra, hogy ezt uh, hogyan lehet megugorni. Úgyhogy... Uh, Csíkszeredán tartjuk a 200-ast. A, a a, igen, a 200-asnál csapoljuk a likvidet, és azt szokjuk mondani, hogy ez mű, cukormentes műméz. Vagy nem tudom, tehát uh, bármi. Uh, és hát mondjuk abba bízok, hogy a 200-adiknál uh, már más lesz a a helyzet, és reménykedünk abban, hogy itt is észhez térnek, vagy elmennek a Picsába azok, akik ezt a marhaságot kitalálták. Ennyi. Én élveztem rettentően. Hamburgert később villával ettem, mert nem fért be a pofámba. A Charlie burgert ettem ráadásul. Ó! Oh, oh. húsos. Ja igen, akkor megholdást. azért nem fért bele nekem, azért Persze. fért bele, mert én szimplát ettem halapenyóval, szóval az nekem úgy, úgy még méretre is megfelelő volt a hús. Kevés ilyen... Lettem. Tehát attól függetlenül, hogy, hogy kézműves hamburger, én nem szeretem ezeket a nagyon, nagyon vastag, hogy azt mondják, tudod, hogy ha nem dupla annyi a hús, mint amennyi maga a zsömle, akkor az nem is hamburger. Tehát én szeretem, hogyha az én arányaimnak megfelelő, és ez most, ez most tök jó volt egyébként így kis krumplival még kicsit mújó is tudott lopni belőle, úgyhogy pont-pont jó volt az a kis lila káposzta is hozzá, hmm, semmi baj nem volt vele. Én, én egyébként rettentően élveztem volna, ha és amennyiben nem állóképek sorozatából állt volna a kiszolgáló személyzet, és mondjuk nem 45 percig álltam volna sorba a hamburgeremé, akkor, akkor tényleg, maradhat, vagy nem is felejthetetlen élmény lett volna a számomra, de azért ez egy picit így el, elvitte a fejembe a, a, a helyet. De maga a helyiség, meg a hátul az udvar, meg hogy az idő is azért valljuk be kegyes volt hozzá, mert csíkba azon a szombaton konkrétan esett a hó. Tehát, hát meg Pesten is előző nap még, még, még esett az eső, meg szaridő volt az idő is a kegyébe fogadott minket, így, így tényleg ö, tökéletes volt. Tegyem hozzá, hogy éppen azt a valamit szívom, amit a podcast találkozón adtál, a Grape Ice szaftot. Úgy, Ez egy ha enyhén mentolos Igen. Nem tudom, nem tudom mi, de kitalálom. Ahogy a címkén is van. Ja, nem tudom, mi de kitalálom. Okay. Na és Én te... sem mondtam, hogy mi, csak hogy milyen az íze. Igen. Igen. És te, Mujó, mi volt nem. a benyomás tapasztalata? Hát, én így közbe így közben szurkáztam, közben szurkáztam, én nagyon-nagyon remekül éreztem magam, tényleg abszolút jó volt a a, 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 banda, aki összejött, volt, aki közelről, volt, aki egészen elképesztően messziről is érkezett, jó, jókat beszélgettünk aztán ugye te hazaszaladtál az otthon felejtett főműsor szám ér, és aztán oda lökted nekünk a mikrofont, no, tartsátok a frontot, kap egyikok, leléptem, <laughs> fifikával próbáltuk Mondania, mondani a mondani valót, klassz volt nagyon, rendkívül jó volt. Azt azért hozzá kell tegyem, hogy, hogy a kazán meglett, és mivel én a dobozba mindent beraktam, amit ö, ide kellett hoznom, és olyan lelkes volt a Tomika is, meg a Dénes is, hogy mindent becsomagoltak, ö, ö, rendszereztek ö, színek szerint, anyám kínja, És egyszer csak, mikor azt hallom, hogy következő az egy Lorn E-pipa. Uh, mondom, bazd meg, hát azt az osztynak hozta vissza, az az övé, az kinesorsolt. Úgyhogy hála jóistennek, hogy ott még észnél voltam illetve azt hiszem, hogy Oszi nyert a 42-es sorszámmal egy akkumulátor pakkot aksi töltővel, az is zseniális volt. <laughs> meg, hogy, meg, hogy hát azért megnyerték a, a, a dedikált plakátokat Tomikának, láttátok a képét, neki már be is van keretezve. Végre nem? Hát a nagyon pró Végre én sem láttam. Olyan keret, mint tudjátok a moziban, tehát ez ez direkt erre van, ugye méretben is szabva ez a keret, és már bele is volt pattintva, csak még nem volt kirakva a falra, de, de lefényképezte, hogy neki azért már ez, ez üzembiztos helyen van. Úgyhogy Béla is a hugod jó voltából hozzájutott egy plakáthoz, meg is köszönte neki, nagyon hálás volt. Én is köszönöm ö, Georgina nevű hallgatónknak, Patreonunknak, és a többi, és a többi, hogy hogy ilyen rendes csaj volt Bélával kapcsolatban. Meg hát ne felejtsük el, igen, ahogy mondtuk is Patreonunknak, az összes Patreonnak köszönjük az elmúlt egy évet, meg az azóta csatlakozóknak is, mert azóta is jöttek hozzánk szép számmal, úgyhogy köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És ha már itt tartunk, akkor. Euh, akkor- akkor euh, mi volt még, ami úgy megmaradt bennem? Hát természetesen a, 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 tombola sorsolás szerintem baromi jól sikerült. A transzparencia jegyében zajlott le minden, tehát az összes belsős kommunikációnkat Krisztián a transzparencia jegyében a mikrofonba mondta. Ezúton szeretném megköszönni Krisztián. <laughs> uh, és... Nem sokkal a... jobbít jobb Charlie. Uh, nem. Nem, mert tehát ez olyan, mint hogyha a főügyelő a színpadra bekiabálna a mikrofonon keresztül, hogy mit csinálja a színpadon, nem kell azt tudni ö, a menetrendet, meg mindenféle ö, insider infókat a... Julis, megjelent a macskád! Igen. Azt viszont a transzparencia jegyében elmondhatom nektek, hogy igen, igencsak ráfeküdtünk a... a támogatás, vagy a tombolából befolyt összegekből a csatorna fejlesztésre, és itt ö, a, az egyik legkritikusabb pont, nem akarok újjal mutogatni senkire, mújó, de, de most, ö, most úgy néz ki, hogy megtaláljuk talán, megtaláljuk az egyik gyenge láncszemet, és mikrofonálvány, zajszűrő szivacs Krisztiánnak is, ö, meg ö, meg Fifikának asztali állvány, meg az anyám kinnya, nekem egy tok, mert az az igazság, hogy nekem szegény kis hangrögzítő, mit velem szenved most már évek óta a szobában, és egy dolgot veszek csak észre egyébként, hogy amikor itt megy a felvétel, és ahogy mondtátok, hogy vágni lehet itt ilyenkor az otthoni podcastelésnél a, a, a gőzt, ugye az ablakról le tudod sikálni, de ennek olyan kis pici gombjai vannak, meg tekerentyűi, meg kapcsolói, hogy onnan igen, nehéz fülpiszkával tudom csak tisztítani, de hála Istennek most hozzájutok én is egy ehhez való, hát kültéri a mert... Igen, Krisztián, fülpiszkálóhoz. Azt elfelejtettem rendelni, de <kül> akkor majd azt is. Nem, egy, egy, kültéri tok, ami, amivel tudom nyomkorászni meg mindent, de mégis be van burkolva az egész, úgyhogy Úgyhogy nagyon jó, most már csak egy rongyal le fogom törölni róla is. És, és nem lesz ilyen gondunk. Tehát ezt szintén azoknak a, azoknak a tombola vásárlóknak köszönhetjük, akik ott voltak, és itt még nem állnak meg ugye a, a sorban a fejlesztések, de hát jól át szeretnénk gondolni, hogy mi az, ami még, de én úgy gondolom, hogy, hogy már a rezgésgátlóval, a hangelnyelő a mikrofon már neked is olyan, olyan minőségi javulás lesz a hangodban, ami észrevehető lesz reményeink szerint. Illetve, aki nem vesz észre... Azaz... Igen, aki nem vesz észre, azért nem vesz észre, mert én ezeket eddig kézzel vettem ki a hibákat, de most ez reméljük, hogy meg fog szűnni a dübörgés, a, az asztalon kalimpálást, hallás az adásban, úgyhogy Úgyhogy, ja. Tehát itt még nem lesz vége a, a, a listának, de a, a következő stage 2 az, az, még várat kicsit magára, hogy Krisztián meg tudjon barátkozni ezekkel az óvatos beruházásokkal, és utána jöhet a... a... Babzsák! Hát vazd meg el. a babzsákodat. A DBX 286S. Ennyi. Nyakpám! <laughs> Igen, aki nem tudja, hogy miért mondjuk mindig ezt, hogy nyakpánt, akkor ugye azt tudni kell, hogy, hogy vittünk rengeteg mit oda. Nyakpánt. Nyakpánt, Tehát igen. És minden, minden tombola nyertesnek a, a nyeremény mellé járt egy. Nyakpánt. Ezt nem, nem, ezt nem jó mondjátok. Járt a nyeremény, és, és nyakpánt. És nyakpánt. Igen. Úgyhogy ez a tizedik után már csak ez ment, hogy és nyakpánt. Úgyhogy ezért mondjuk egy folytában ezt. Na, szóval szóval ennyi, ennyi, ennyi. Aztán arccal előre S04 elkezdődött, és, és 50 adás múlva találkozunk. Sziasztok! <t> Nem. És minden adásban visszatekintünk az előzőre, hogy mi történt az előzőben. Nem, nem, nem. Ja, van valakinek még valami észrevétele a, a Talival kapcsolatban, vagyis hát a közönség találkozóval kapcsolatban? Én kaptam mm. egy csomó visszajelzést. Mindenkinek megválaszoltam privátban a az érdeklődését. Már megint azt látom egyébként, hogy, hogy ugye, ahogy jönnek az új emberek, egy csomó dolog nem tiszta, nem világos nekik. Úgyhogy eldöntöttem magamba, hogy a törvény most én nem tudom, hogy ez minek fog számítani, szerintem semminek. De hogyha kész leszünk az új helyünkön, bocsánat, kész leszünk az új helyünkön, akkor valószínűleg már rég videóztam, úgyhogy neki fogok állni egy kimondottan a keveréssel és az aromázással foglalkozó videósorozat ö, ö, meglépésének, hogy azért az alapokat és a, és a technikát azt mindenki tegye tisztába a fejébe. Ennyi. Más podcastereknél láttam ilyet, Vár nem az, hogy kevernek likvidet, hanem hogy ugye ott is fluktuációról beszélünk, jönnek mindig új emberek, új emberek, és nem az van, hogy ötletszerűen veszik újra elő azt a témát, ami az új... Na, azt akartam, hogy az újonnan érkező, de a newcomer, tehát a... igen, az újonnan érkezőket érinti, hanem, hanem ilyen filtréning jelleggel, tehát minden évben azok az adott témák újra előkerülnek, újra egy picit az aktualitásának megfelelően ö, átdolgozzák, átbeszélik, és, ö, és akkor nincs az, hogy ezt elmondtuk ö, 170 adással ezelőtt, ö, hiszen azóta is sok minden történt és változott. Például mit tudom is, én kijött egy, ö, a keveréssel kapcsolatban kijött egy új fecskendő, és akkor azzal sokkal jobban lehet adagolni a, az aromát, például most csak mondtam valami blödséget, de remélem értitek, hogy mire gondolok, Igen. ugyanúgy, ahogy a cikkek át lettek dolgozva, mit tudom is én mikor jött a TCR, vagy, vagy hasonlók, akkor, akkor egy kicsit az is át lett gyúrva a téma. Úgyhogy lehet, hogy ezt kéne, hogy mindig egy kis ciklikusságot belerakni a, a történetbe. A kicsi alatt nem azt érem, hogy havonta elmondani ugyanazt, hanem tényleg így mit tudom is én évente neki szánni egy-két-három adást annak, hogy, hogy beszéljük meg, hogy az előző évhez képest ez a téma mit módosult, ha nem, akkor pedig az újonnan érkezőknek elismételnénk. Jó. Na, szerintem is Abszolút. Oké. Okay. Perfect lenne, hogyha ez így történne. Következő téma. Micsoda átvezetés. Melyik következő témára gondolsz? Krisztián, legyél már próbazd meg. Belenyúlsz a kalapba és kihúzol egy menő témát. Nem sorrendeztük be Charlie, úgyhogy most hát, össze vagyok zavarodva. Látod, ilyenkor nem kell összezavarodni, csak belenyúlsz, mint a kalap varázsló. Nyúlok. Képzeljétek el, hogy <laughs> divatos téma az utóbbi időben, ugye az elmúlt másfél-két évben, Elkeseredetten próbálnak valami összefüggést találni az elektromos cigaretta használat, és a, 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 a dohányzásra rászokás, illetve a, a gyerekeket vonzó elektromos cigaretták témájában próbálnak összeszedni mindent, és azért. Visztél elér... nálad nagyon tintetnek. Igen, lehet, hogy itt, itt valami akció van. Mondja Krisztián, ő... gyerekek, nekem menni kell, Kingát letartóztatták, szevasztok gyíkok! Hát kicsit oda a szívem, nem kicsit igazából, de hát a kötelesség első körben mindenek fölött, aztán utána majd jöhet a szórakozás. <laughs> szóval múlt héten jött ki, csak aztán Csáli rám pirított, hogy a 150-re ne ilyen, hogy hívják a sablonos témákkal menjünk, úgyhogy félretettük a dolgot. Kijött egy, nem, nem, nem is tudom. Megint nem én neveznem. vagyok a köcsög. Nem rátpirítottam, csak mondtam, hogy kicsit legyünk emelkedettebbek, és az egész évről beszéljünk, ne egy aktuál témáról. Igen, igen, és teljesen jogos, csak elmondtam a Full Transparency egyébként. <laughs> Ezt hogy próbálom behozni az kész oldalra. Kész van az a csávó, a full transparency egyébként. Nézd meg, hallod, ott, do ott dolgozik két hete egy multinális, egyből ilyeneket, ilyen bullshit dumák. ez egyből megy neki. Full transparency. Na nézzék ki az ablakon full transparency, hogy mi történik ott előttetek, majd most nagyon sok rendőrautót hallottam. Na megnézem már, egy pillanat, tényleg. És kicsit bevisszük így a, a napi történéseket a, a podcastbe. Úristen, de, Igen, de milyen hangos. Ez nagyon jó lesz. Oké, okay, a következő, amire, amire majd gyűjteni fogunk, azok ilyen ö, tripla rétegű hangszigetelő üvegek a mújóéknál. A yard volt... És a ligedből jöttek és zúznak lefele a Damjanicson a körút irányába, nem tudom, hogy mi lehetett ez. Halló? Igen, itt vagyunk, hallgattuk ja, jó, volna, nem? hogy mit Szó mesélsz. Úgyhogy nem, nem, nem tudom innen megállapítani, hogy mi a történés, de rendőrautók mentek, ilyen furgonok, meg kisautók, meg mindenféle ilyen dolgok. Majd megtudjuk az internetről, hogy mi volt ez. Szóval az van, hogy a rendkívül hosszú és érdekes nevű a Houstoni, uh, annyira nyakat nyakatekert nevem, hogy elolvasni se tudom, Michael Susan Dell központ az egészséges életmódért, a Texasi Egyetem, a Houstonban lévő Texasi Egyetem egészségtudományi központjának a kutatói, de nem mert itt Austinban, hát ez kibogozhatatlan, na mindegy, az a lényeg, hogy valami texasi arcok, kutatóknak nem nevezném őket, foglalkoztak ezzel, hogy az elektromos cigaretta ízesítése vonzóvá teszi -e a készüléket a fiatalkorúak számára, és azt a megállapítást tették, hogy igen, és ezt olyan tudományos módon sikerült nekik bebizonyítaniuk, hogy megfordították, és azt a kérdést tették föl, hogy használnátok-e elektromos cigarettát továbbra is, ha nem lenne benne semmiféle íz, és a válaszadók túlnyomó többsége azt mondta, hogy hát nem, mert ennek így semmi értelme nem lenne. Úgyhogy erre lecsapva megállapították, hogy az elektromos cigaretta ízesítése vonzó a termék termékcsoport, illetően a fiatalok számára. Fordítsuk le magyarul, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy a tudósok megállapították, hogy ha valami szar, az kevésbé vonzó. Köszönjük szépen nekik ezt az újabb, borzalmasan áltudományos hulladék megállapítást. Azt, És... nem ért, azt nem, értem ebben a, a kérdés föltevésben, hogy miért nem úgy tették fel a kérdést, hogyha nem lenne ízesítve az elektromos cigaretta, mit szívnál helyette? Ugye? Ugye? Érted? Mert azt mondja, hogy hát akkor nem szívnám, hanem dohányozni. Ó, de sokkal jobb! Urá, 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 urá! Hát hát ezért nem az ezt a... ezért Hát Ezért te ezt a kérdést teszik föl, a Fifika, mert nem azt a választ kapnák, amit szeretnének. Mit szeretnének? Igen. De egyébként szerintem ezek valahol egy iskolapadba ülhettek a Nemzeti Szép Emlékű, már nincs közöttünk Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel, mert ezeknél is szerepel, hogy az ízesítések fontossága, hogy elnyomja a dohány kellemetlen ízvilágát. Mi van? Ja igen, ott a, a te a klikkes cigikre gondolsz, és az ízesített cigarettákra remélem legalábbis, hogy nem, nem arra gondolt, hogy a, a likvidbe dohány van. De nem, ezek, hát mint amit a nefi. Azért kérdezzük meg, hogy ízesített vagy nem ízesített elektromos cigarettát használnak-e a fiatalok, hatásszünet, what the fuck. Mert az ízesítések szerepe, hogy a dohány jellegzetes kellemetlen ízét elnyomja. Hatásszünet, what the fuck. Tudod, Krisztián, amikor arról volt szó, hogy minden ízesítést betiltunk, és akkor ők abban a megnyugtató édes tudatlanságban szenvedtek nek, oszhezhöznak nek, hogy ha minden ízesítést kiveszel, akkor olyan íze lesz, mint a cigarettának. Uh, igen, amennyiben a cigarettának édes, cukros, semmilyen íze van, valóban olyan íze lesz, egyébként meg nem. Azon az ominózus szakmai uh, egyeztetésen, amin uh, uh, ott volt a tudott ki ott ott szembesült azzal a... a tehát nem is értem, ha én mondjuk a dohányzás <coughs> ellen küzdök, akkor legalább az iparági alapokkal tisztába kéne lennem. Nem, Krisztián? Hát én azt mondanám, hogy illene. 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 Érted? Küzdesz valami ellen, hát az iparági alapokat legalább tudjad. És ott szembesült azzal az egyszerű sztorival, hogy a dohány önmagában ízesített. Tehát az nem úgy van, hogy terem, a 3000 tonna marbóró dohány, és ezt betöltik a marbóró cigarettába, érted? És semmilyen adalékanyagot nem kap, és te tök mindegy, hogy Ukrajnába vagy Virgíniába termelik, az pont ugyanolyan ízű lesz. És akkor mondták neki, hogy hát nem, hát figyelj, itt kakaótól kezdve minden szart kevergetnek a dohányokhoz, hogy azt a fajta ízvilágot hozza. Az egy másik kérdés, hogy milyen fajta dohány keverékekből állítják ezeket elő? Ugye, mm. <coughs> és ezt arra mondták ott az, az, az iparági képviselők, hogy hát nem kell ízesíteni a likvidet, mert az pont olyan, mint a dohány, hogy azt se ízesítjük, most akarjuk kivezetni, és összekeverte a két sztorit. Hát a, a dohányt ízesítik, hogy az virginia legyen, vagy, vagy mit tudom én. Akármilyen, tehát, hogy a cigarettára, az adott cigaretta, már a jellemző ízillatjegyeket hordozza, és ugy, ugyanígy a likvidnek is kell valami íz, mert egyébként ízetlen. Tehát ott szembesült azzal a tényel, hogy a dohányt is, annak ellenére, ugye, hogy most kivonják a, az ízesítést a, a dohányokból, attól még a dohányt ízesíteni kell. Tehát egyszerűen egy egy. Tehát én néztem ki a fejemből, meg én kérek elnézést baszki, hogy egy ilyen csúcszintű vezető semmit nem tud arról, ami ellen harcol. Ne, 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 ne vezzük már nevét, mert úgy viccesebb a dolog. Tehát a dohányzás fókuszpont vezetőjének nem csak az elektromos cigarettáról, de a hagyományos dohányzás zsájtásáról, hát, működéséről hát, sincs fogalma. Állítom ne, neked, hogyha valaki oda menne hozzá, és felsorolna a a cigaretta filter szűrő típusokat, Fogalma nem volna, hogy mit, mit beszél. Érted? De az már mélyvíz, az már mélyvíz. Az már mélyvíz. Tudod, ki jut nekem erről a szembe a South Parkban, a Mr. Meki. Tehát én úgy képzelem, hogy a, a, ezek után a dohányzás fókuszpont az nagyjából úgy működik a, a dohányzás szabályozása kérdésében, hogy bármilyen témában oda mennek, és mint a Mr. Meki. A dohányzás rossz értelm. <súzat> <súzat> és, és itt a vége a tudományos előgondolkodásnak. Na, jó. Borzasztó. Korpín. Borzasztó. De, hogy jó hírekkel is szolgálhassunk, mert egy másik tanulmány is jött, amit már lehet tudományos kutatásnak nevezni, és még mindig nem készültem el e, Ildikó kritikájának a kielemzésével, amit a korányiból megkaptunk, mert az, az varázslatos lesz, de ugye alap, hogy nem fogadják el Magyarországon közegészségügyi berkekben a Public Health England 95%-os tanulmányát, ami egyébként 80 különféle dolgot megállapított az elektromos cigarettával kapcsolatban, de azzal nem is foglalkoznak, mert a 95%-ba bele lehet kötni, mert valaki egyszer tanácsot adott egy tapaszos cégnek, na de nem is ez a lényeg, ők lesöpörték, hogy op, ennek nem hiszünk ennek a 95%-nak, jött most egy kutatócsapat, itt mindjárt megnyílik itt nekem, és el is fogom tudni mondani, hogy kik voltak ezek a jófejek, akik azt mondták, hogy vizsgáljuk már meg, de másik irányból megközelítve, hogy a dohányzáshoz képest miféle egészségkockázatokat kockázatokat rejthet magában az elektromos cigaretta használata. És tök érdekes egyébként, hogy ez az új-zélandi NEFI is részt vett ebben. Például a National Institute for Health Innovation Új-Zélandról, és azt a megállapítást tették, többek között, nem akarom nagyon hosszúra húzni a dolgot, hogy a megállapításaink alátámasztják, olyan, nem, a megállapításaink olyan bizonyítékkal szolgálnak, amelyek alátámasztják a Public Health England megállapítását, de mi erre a megállapításra egy teljesen eltérő módszertan alkalmazásával jutottunk. Tehát igazából egész máshonnan megközelítve is ugyanoda lukadtak ki drasztikusan kevésbé egészségkárosító az elektromos cigaretta használata agyományos dohányzáshoz képest. Kíváncsi vagyok, hogy a nem olvasuk el, és úgy csinálunk, mintha nem léteznénk kívül, a magyar egészségpolitika mit fog kezdeni ezzel a megállapítással, de hogy jó hosszú mondatot mondjak, látjátok, csak ki kell várni, és elképesztő mértékben támogatják egymást, és szaporodnak ezek a bizonyítékok, amik azt támasztják alá, amit évek óta tudunk, hogy itthon a az állítólagos szakértők nem tudnak nagy büdös lófüttyöt sem. Ezt tudod, mihez hasonlít, Krisztián? A... Te, 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 ki volt az? Ki volt az? A Rétvári és interjúra. Azt te láttad? Beiket. Az ATV-s. Most így, ja nem, azt még nem, amikor le, be, bőgették. Hát amikor konkrétan végre egy olyan riportel állt vele szemben, aki a a, a előre megírt bullshit panelokra abban a pillanatban tudott válaszolni, hogy de miért mondja ez nem így van. És akkor, de miért mondja ez sem így van, és az sem úgy van. De államközi egyezmények, igen, csak hogy New York állam nem állapodhat meg, és egy egyezmény alapján nem lehet ö, itt akreditált intézményt, és de, de hogy hogy olyan, olyan iskola nem lehet, aminek ott kin nincs. Ö, és az miért fáj önöknek, hogy Magyarországot akreditálták, és amerikai diplomát szerezhet itt valaki? De mert, hogy ott ki nincsen neki kampuszuk! Ez ám bazd meg az igazi ér. Azért, mert nincs kint kampusza, azért ne lehessen itthon ö, nemzetközi diplomát szerezni. Ez bazd meg aztán odaver az érvek sorába. Érdemes megnézni, kim 22 órája tettem ki az üzenő falamra. Csodálatos, csodálatos, bazd meg. Én a lelki személye előtt láttam, ahogy belülről már az első öt percben megbánta, hogy megállt azon a kibaszott száz méteres folyosón, és a, a, a vége az volt a, a, az érveinek uh, akkor vagy ott, hogy. Uh, hú, hogy is volt? Várjál, várjál, mert az, az csodálatos volt az a mondat. Bassza meg. A picsába van. Nem találom, nem találom. Mindegy, meg kell nézni, Krisztián. Nézd meg, ki mond az üzenőfalamon, meg fogom, meg majd fogom. sasold meg. Ez ugyanaz egyébként, mint amit, amit mi is. Uh, már most már mondhatjuk, hogy évek óta tapasztalunk, vagy uh, beleütközünk. Ugyanaz, ugyanaz. Halvány rózsaszínben, persze. Őrület, mik vannak. Uh, ehhez képest pedig nem tudom, uh, olvastátok-e, ma Két jó megosztást láttam a, a Facebookon. Az egyik az, hogy, és javítsatok ki, ha nem így van, Krisztián, te lehet, hogy hallottál róla, hogy New York állam visszavonta az összes elektromos cigarettával kapcsolatos tiltást. Erre rákeresek, mert erről én le vagyok maradva, ha így van. Megvan, megvan. A New Yorki bíróság úgy ítélkezett, hogy az elektromos cigaretta használat nem azonos a dohányzással, de hogy ennek milyen következményei vannak, ott még nem tartok. Aha, igen, ez durva, hogy az állami jogszabályok értelmében az elektromos cigarettázókat nem lehet azokkal a korlátozásokkal sújtani, amelyeket a dohányzás ellenében hoztak. Mert, mint azt az elektromos cigarettázók milliói évek óta ismételgetik, vagy mondják, az elektromos cigarettázás nem dohányzás. De jó, ez cool! Mm -hmm -hmm. uh, Sori, hogy nem tettem be a linket, mert ezt így valahogy nap napközben uh, ugrott a, a szemem elé, csak így rápillantottam. Hú, uh, mondom, ez... Uh zsír zseniális. Tényleg nagyon jó, hogy Amerika, amelyik a... Hát most úgy, úgy néz ki, hogy az egyik legkeményebben szabályzó ország. Az Ezt a linket a... bedobod majd, Krisztián? Micsoda? Ad, adásmenetbe bedobod a linket, hogy be oh, már Majd Már be a, a, a linket. Mert... Nem annyira jó, egyébként közben tovább olvastam, tehát nem szabad nagyon örülni neki, mert uh, itt az van, hogy lereagálták a New Yorkiak és már. Tehát ez itt csak arról szól, hogy elkezdték korlátozni az elektromos cigaretta használatot anélkül, hogy bármiféle jogszabályi környezet idomult volna hozzá, és most azzal próbálkoznak, amivel itthon is megléptek, hogy akkor így egy kicsit csűrünk, csavarunk a jogszabály szövegén, hogy beleférjen mégiscsak az elektromos cigarettázás. Uh, úgyhogy ez még nincsen lefutva, ez a, ez a, történet még nincsen lefutva, de jelentős uh, lehúság kimondta, hogy már pedig ez a két dolog baromira nem ugyanaz. Jövő hétre ezt meg kell olvasnom, ezt a, mert most a Mirror oldalán találtam én is egy cikket, éppen csak tetű az interneten. Itt pedig azt mondja, ez érdekesnek tűnik, majd a cikk jövő hétre, hogy, hogy milyen elektromos cigarettázással összefüggésbe hozható törvények módosulnak, vagy várható a módosulásuk 2017-ben. Azt mondja, hogy itt egy tízes lista, mentol, vépelés és a többi, és a többi. Ezt jövő hétig majd még megolvassuk jól van egy lelkesítő beszéd, hogy kompenzáljunk, amit már az előző adásban is talán megemlítettünk. Ez a best speech ever kategória, vagy sor itt a show notes akkor ezt majd a videóba rakjuk be. Jó. Szerintem. Zsír. Az a baj, hogy ezt nem tud, de valahogy be lehet, valahogy be lehet izélni, embeddelni. Csak ezeket a Facebookos linkeléseket nem nagyon szereti, mert ott embed kóddal kell játszani link keresztül esetleg az nem tudja így szépen. Hát a tököm se tudja, megnézzük, megnézzük majd. De hogy van-e valami téma ezen kívül? Hát nekem már csak kis színeseim vannak a múlt hétről, amiket betízereltünk. Ó, na, akkor jöhet a tízer befejezése. Mert kétféle perszóság van, a jó perszóság, meg a nem jó perszóság, más néven a rossz perszóság és nekem sikerült a tombolára a Perszó egyeshez eshez rossz Perszó segget passzintanom, úgyhogy a becsületes nyertes, illetve nem a megtaláló a becsületes, a kedves, szerencsés nyertes, aki hazavitte azt a fullos Perszó egyet et rossz 5 es adapterrel <laughs> vitte el, egy Perszó 2-es adaptert sikerült mellé passzintanom. De aztán rám írt Facebookon, és lebeszéltük, hogy akkor egy ilyen túlszcserét hajtunk végre, mert neki nagyon hiányzik a Perszó 1-es, 5 es, -es aj, nekem meg még nem tűnt föl, de nagyon hiányozna a Perszó 2-es, 5 es, -es aj. Ugye egy ilyen kis figyelmetlenség csúszott bele, de legalább nem hagytam otthon, mint mások azt a bizonyos kazánt. Nem tudom, mire gondolsz. Én nem tudom egyébként, hogy melyik volt a jobb, hogy a Charlie elhozta a a kazán te megadta egy használhatatlan, tehát, hogy így... így igen, doldom. igen, igen, azért zárójában... Mi miért legletéve ezt a két dolgot? Melyik volt a zárójában? Nem használhatatlan, nem használhatatlan szerencsére, mert hibrid üzemmódban lehet használni addig is. Okay. De már dol dolgozunk, dolgozunk a problémán, úgyhogy megoldódik. És még, még uh. annyit, van, Igen. hogyha mondjad, Fifika, mondjad. Nem, mondjad. mondjad Nekem már csak egy, csak egy sztorim van. Utolsó. Ja jó. Nekem már csak egy sztorim van a hétre, ahogyan sikeresen leolvasztottam a kazánomat a törvényszék előtt. Hú, <laughs> Sudánatos volt. Úgy mentem a törvényszékről, hogy ez egy nagyon hosszú nap volt, mert este fél hétre mentem hegedülni, reggel mentem dolgozni, és, és nem, reggel törvényszéken kezdtem, onnan mentem dolgozni, és aztán este hegedülni. Úgyhogy rajtam volt a szütyöm benne a melós notebookkal, szépcipő, cipő, zakó ing rajtam, de azért mégsem töltetem így a napot, úgyhogy egy másik málha is lógott rajtam a váltócipőmmel, meg a váltópólómmal, plusz a hegedűszet, úgyhogy tényleg úgy néztem ki, mint egy ilyen szerencsétlen málhász szamár, és felszálltam a trollira, és zsebre tettem a, a, a kis pikómat, és zögykölődök, 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 leszállok ott a, a, a törvényszék előtt, végre rápippantok, és akkor így, puh, ez milyen formaldehides valami volt, na nézzük csak meg még egyszer, mi baj ennek, és így rásütök, és így többet nem. Azt mondja, hogy no atomizer. Hát mondom veled, fiam, mi történt? És akkor látom azt a... Akkor látom azt a 75-ös feliratot a kijelzőt, megszokott 13 wattomról a zsebemben a kulcomon föltornázta egész 75 wattig a pikónak a teljesítményét, és megküldte a kis az első, az, első dolog, amit beállítottam azon a szaron, hogy, hogy lokkoltam, mert én is szeretem elpiszkálni, de most már gondolom te is. Én nem sikerült megnyomnom egyszerre még úgy, hogy belokkolódjon szegény, úgyhogy nem, de terve van véve. És ott álltam, és mondom, jó van, még van egy negyed órám, mire kezdődik a tárgyalás, még sehol senki, most mit ádogáljak itt, basszus, nem tudok elcikizni. hosszú nap lesz ez, mi az Isten fogok csinálni én egész nap? Hát ez kész. Mondom, jó van, semmi gond, erős leszek. Ez egy ilyen nap lesz, nem egy cigarettázunk. Aztán eszembe jutott nekem, hogy ebéd után beugrom a az Andreához a hajós utcába, hát ha van nála száig, hogy egy ilyen gyors segély keretében gyorsan felújítsam a kazánomat, és hál' Istennek volt, hogy ezúton is köszönöm szépen Andinak az életmentő beavatkozást és a, a kis alkatrészeket, hogy ott septiben újra tekerhettem a kazánomat. Jó is holtig tanul ez a tanulság. 75 watt. Nem tréfát, ez a kulcsomó mert azt mondta, hogy klacsezely, hülye gyerek, bír bírez többet is. Nekem már csak egyetlen egy uh, kvázi <tosz> uh, bejelenteni valunk Tegnap volt a költészet napja. És nem, tegnap, ez, ha holnap megy ki, akkor tegnap előtt volt a költészet napja. És ebből az alkalomból a, a kultúrába betettem egy nagyon jó pofa videót. Mindenkinek ajánlom, hogy a Bluff című film alászinkronizálva szinkronizálva hallgassa -e meg ezt a Petőfi verset, mert szerintem zseni. Micsoda! <laughs> is. Kattints meg, nézd meg. Petőfi Sándor István öcsémhez című verse a Bluff jelenetére szinkronizálva. Tehát én azt hittem, hogy eldobom a, az agyam. Tegnap, nem tegnap, ezt így nem jó mondani ilyen adásmenetnél. Kedden is megemlékeztek, azt hiszem, hogy valahol Orbán Viktor háza környékén a Velszi Bárdokkal és egy darab Krétával, hát az is zseniális performance volt. De... Ez a Bödöcs videót láttad a... Jó, igen! igen. én, én, azt, én azt látom, mintha így hullana szét a, a nem is tudom, a viktatúra korlátja így, így om omolnának leértett, hogy már így a józanész határait feszegeti <kül> már minden, és, és tényleg egy, egyre többen for szembe vele. Mondjuk én, én rettentően hiányolom még mindig azt, hogy mindezek után a, a, az értelmiség nem áll föl és szólal meg igazán nagy tömegben. Hát talán Még. majd egyszer egyszer ez is eljön. De ez hogy élhetik meg a túloldalon, amikor most már hetedik éve foggal, körömmel, stadionnal építgeted a tekintélyelvű diktatúrádat, és annyi a tekintélynek, basszus, rajtad röhög a félvilág. Szerintem rosszul élik meg. Remélem, nagyon remélem. Akkor ennyi legyen már a fiúkák? Szerintem igen, Tehát. így... És akkor még talán el is mehetek tüntetni. Uh, hát uh, uh, ha. csak föl nem oszlatták már a tüntetést. Uh, Tüntetőleg elvonulok. Uh, <laughs> uh, akkor, akkor még tüntetni. Jó, fiúk, akkor akkor köszönjük a, az elmúlt évadot. Most belépünk az S04-be, és találkozunk jövő héten új témákkal felvértezve. Ha Krisztiánnak jó sikerül ma a demonstráció, akkor lehet, hogy csak ketten leszünk fifikával. Ha nem, Krisztián, ne vigyél festéket Lufiba, jó, köszi. Ö, szóval, egyébként remélem, hogy hárman leszünk, akkor is minimum. Találkozunk jövő héten, mindenkinek csók a család. Sziasztok! Egy élmény volt veletek. Sziasztok! Köszi! Szevasztok!